8:08, jó reggelt kívánok, folytatódik a Start, és a stúdióban André Gutfreund, az Egyesült Államok Magyarországi Ügyvivője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mielőtt belemennénk a részletekbe, hadd kérjem meg arra, hogy elemezze, vagy értelmezze, hogy most ebben a pillanatban mi történik Magyarország, illetve az Egyesült Államok között. Az Egyesült Államok és Magyarország barátok és szövetségesek régóta, több mint 200 évre nyúlik vissza ez a kapcsolat. A magyarok nagyon sok formában segítettek bennünket, amerikaiakat a harcaiban, küzdelmeikben. A Kossuth Lajos forradalma, 48-as forradalom, tehát egy hosszú történetről beszélünk. Természetesen ennek része az 1956-os forradalom. Adtunk támogatást 1989-ben a rendszerváltás során is. Vannak közös értékeink, vannak közös történelmünk, a bevándorlók keresztül nagyon sok magyar él az Egyesült Államokban, nagyon sok magyarnak van családja, kapcsolatai az Egyesült Államokban, ismerik itt Magyarországon, hogy milyen az élet Amerikában, és ez bennünket is, amerikaiakat is segít abban megérteni, hogy hogyan élnek, hogyan gondolkodnak az emberek itt Magyarországon. Tehát egy hosszú, mélyre nyúló kapcsolat van, nehéz arról beszélni, hogy valamilyen különválasztás vagy megosztás lenne a két ország között, inkább arról beszél, hogy a mi két nemzetünk, a két népünk, egy közös képük van a jövőről, közös képük van az értékekről, és egymás számára odafigyelnek, és ezért közösen igyekszünk elérni ezt a jövővel kapcsolatot. Na, tehát egy nyílt párbeszéd zajlik most is. Szükségünk van erre a nyílt párbeszédre, hogy megvitassuk, megbeszéljük nyilvánosan és privát módon is azt, amik a közös dolgaink. Az, hogy most 6 embert, akik között kormányzati tisztségviselők is vannak, legalábbis úgy lehet tudni, az nem tűnik túl baráti gesztusnak. Ez amennyire egy baráti gesztusként lehet, mi arról beszélünk, hogy Magyarország, amit a magyar kormány is mond, hogy nekünk, mindkettőnknek zéró toleranciánk van a korrupcióval szemben, és a köztisztviselők között is előfordulhatnak olyanok, akik korrupcióval érintettek, vannak ilyenek az Egyesült Államokban, voltak ilyenek, előfordulhatnak itt Magyarországon is, hogyha ilyenekről tudomásunkra jut, akkor megfelelő lépéseket kell tenni. Tiszteletben tartjuk azt, hogy Magyarországnak is zéró tolerancia politikája van ezzel kapcsolatban, a saját köztisztviselővel kapcsolatban is. Mi magunk a média kikerülésével közvetlenül adtunk erről tájékoztatást, hogy Magyarország megtegye a maga lépéseit ezzel kapcsolatban, a köztisztviselőkkel kapcsolatos korrupciós lépésekben. Többször több helyen elmondta ön is, meg mások is, hogy az Egyesült Államok törvényei nem teszik lehetővé, hogy ennek a 6 embernek a nevét nyilvánosságra hozzák, úgyhogy nem akarom azzal terhelni, hogy megkérdezem, hogy ki az a 6 ember, de annyit azért talán megmondhat, hogy a 6 ember között van-e olyan, aki a NAV tisztségviselője, bármilyen szinten is. Nem. Fókuszálnék inkább arra, hogy kik ezek az emberek, hogy hol dolgoznak ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, ez belevonna egy olyan beszélgetésbe, ami azzal kapcsolatos, hogy meg kell, mit kell, hogyan kell megmondanunk a magyar kormánynak, hogy hogyan kell a magyar kormánynak kivizsgálni ezt, nem akarjuk, ezt el szeretnénk kerülni. Mi nem gondoljuk azt, hogy nekünk kell megmondani ezt Magyarországnak, hanem az elmúlt években egy közös munkát végzünk, átadjuk, megadjuk azokat az információkat, amin keresztül a magyar kormány, a magyar fél meg tudja tenni a szükséges lépéseket, hogy milyen lépéseket kell megtenni. Jó együttműködésünk van, beszéltünk több olyan esetről, amely bizonyos személyekkel kapcsolatban a belépési tilalomra vonatkozott, de az elmúlt néhány évben ilyen információcsere eredményes volt, és együttműködtünk Magyarországgal. Egy 6 emberről van szó, abban segítsen, akkor legyen olyan kedves, hogy az előfordulhat-e, hogy ez a 6 ember, mint érintett, nem tudja, hogy nem utazhat be az Egyesült Államokba.
Mindegyikkel személyesen, közvetlenül fölvettük a kapcsolatot, így kezeljük ezeket az ügyeket ilyen esetben. Nem jelentjük be nyilvánosan azt, nem jelentjük be a munkavállalóknak, de egyenként személyesen, közvetlenül a személyekkel közöljük ezt az információt. És ebben az esetben is ez történt, tehát minden egyes személy, akiről szó van, akiknek a beutazása nem lehetséges most az Egyesült Államokban, közvetlenül értesült erről. Így van, tehát akkor tisztázzuk, ha mondjuk a NAV vezetője, Vida Ildikó rajta van ez a listán, akkor neki ezt tudnia kell. Bárki, akinek a beutazása nem lehetséges az Egyesült Államokban, akár ezekkel a személyekkel kapcsolatban is értesültek erről. Többen támadták az ön személyét a megnyilatkozásai miatt. Dajs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője azt mondta, hogy ön egy ötöd vonalbeli CIA-sból lett agent provokateur, aztán a Demokrata újságírója Ágoston Balázs erkölcsi topronynak nevezte önt, kijevi pucsról beszélt, a történteket elemezve, és náci követhez hasonlította. Mit szól ezekhez a megnyilatkozásokhoz? A diplomaták a saját országukat képviselik. Annak érdekében azért vagyunk diplomaták, hogy igyekezzük megérteni és megértetni a saját kormányzatunk álláspontját, a fogadó, vendégfogadó kormány, jelen esetben Magyarországgal. Tehát kötelezettségünk van arra, hogy különböző eseményekre, különböző programokra elmenjünk, hogy igyekezzük megérteni a saját szemünkkel, meggyőződni arról, hogy mi az, ami történik. Nagyon sok eseményre megyek el személyesen, mindenféle aspektusát igyekezem vizsgálni, a politikai, vallási, kulturális eseményeknek, olyan eseményekre elmegyek, amelyek kisebbségi csoportok által szervezettek itt Magyarországon. Fontosakat, hogy személyesen részt vegyek, mert az Egyesült Államok kormánya támogatja, és ezt a támogatást szeretnék kifejezni. Van, amikor előre, többnyire előre bejelentem, hogy részt veszek ilyen rendezvényekkel, mint az Élők menetén, amely néhány hónappal ezelőtt történt, vagy olyan eseményeken, ami a büszkeségnapi esemény volt, amelyen nyilvánosan részt vettünk. Nagyon úgy láttuk, hogy nagyon látható volt a jelenlétünk ezeken az eseményeken, más eseményeken csak egyszerűen elmegyünk, és igyekszünk figyelmel kísérni, hogy mi az, ami történik, hogy igyekszünk fölmérni azt, hogy mi a tömegnek a mérete, hangulata. Ez történt ebben az esetben. Amikor emberek arról beszélnek, hogy diplomatáknak nincsen erre joguk, nem szabad nekik elmenni, hogy megnézzék azt, hogy mi történik abban az országban, ahol szolgálnak, úgy gondolom, hogy ez a fajta beszéd többet árul el azokról az emberekről, maguk, akik ezt elmondják, mint azokat, akiket megvádolnak. Hiszen nekünk fontos, szükségünk, hogy meglássuk, megértsük azt, hogy ne csak egyfajta csoporttal beszéljünk, és másokkal nem, hogy csak egyfajta nézőpontot halljunk meg, és a másikat nem ebben az esetben. És nekünk fontos az, hogy elmondjuk, hogy kommunikálni tudjuk, hogy meg tudjuk hallani minden nézőpontot, és magunk is el tudjunk jutni, el tudjuk juttatni a mi nyilatkozatainkat, ezt az üzenetet, amit szeretnénk közvetíteni ebben a demonstrációban is. A másik oldalnak a demonstrációira is odafigyelünk, mert ott is hallani akarjuk azokat a nézőpontokat, nem akarjuk arra korlátozni magunkat, hogy csak az egyik vagy a másik oldalt hallgatjuk meg. Nem csak az emberek között vannak olyan hangok, hogy ön, mint diplomata, túllépi a hatáskörét. Most legutóbb az orosz külügy is megnyilatkozott, és azért bírálja, mert hogy megjegyzéseket tesz Magyarország és Oroszország viszonyára. Azok a megjegyzések, amelyekre ön utal, olyan megjegyzések, ezeket egy nyilvános sajtóbeszélgetésen, sajtótájékoztatón tettem, amely arról szólt, amely a Magyarországgal, a magyar civil szervezetekkel, a jogállamisággal, a transzparenciával kapcsolatos kérdésekről szólt, beleértve a korrupciót is. És fölmerült egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy valamely politikus részt vesz ebben
utáni döntésekben, hogy bele szól abba, hogy Magyarország és Oroszország kapcsolata szerepet játszik abban, hogy egyes személyeket kitiltottak az Egyesült Államokból, mert azt mondtuk, hogy nem, Magyarország és Oroszország kapcsolata nem szempont ebben a kérdésben, de arra figyelünk, hogy bizonyos kérdések a magyar társadalomban az átláthatósággal, a transzparenciával kapcsolatos helyzete, és ennek része a paksi atomerőművel kapcsolatos döntés, amely alapvetően egy olyan kérdés, egy döntés, amely nem átlátható módon titokban született meg. Ez volt az a kérdés, amely bennünket aggodalommal töltött el, nem maga a döntés, hanem a döntésnek a módja. Nem az a kérdés, hogy Magyarországnak lehet-e és milyen kapcsolata Oroszországgal, hanem az energiaforrásoknak, az energiaellátásnak a sokszerűsége, és ez érint Magyarországon kívül más európai országokat is. Szükségünk van arra, hogy többféle forrásból szerezzük az energiát. A déli áramlat az egy hasonló nyomvonalat követ Oroszországban, mint a jelenleg. Ez nem teszi sokszerűvé, hanem az ellenkező hatást éri el az energiaellátásban. Tehát azt gondolom, hogy nincsen haszna annak az energia sokszerűség szempontjából a déli áramlatnak, tehát amit azt mondtuk, ezzel kapcsolatban, és ez a harmadik álláspontja, hogy az Európai Unióval kapcsolatban és nyilvánosan azok a lépések, amelyet az Európai Unió tett meg, egyértelmű, egyöntetű szavazattal Magyarország is része ennek, az Európai Unió megszavazta a szankciókat Oroszországgal szemben, és ez a sajtótájékoztatón elmondtam azt, hogy ha önök egyetértenek valamivel, privát módon egyetértenek egy döntéssel, akkor ezt nyilvánosan is kommunikálnia kell, ezt mondtam el. Az, hogy most 6 embert nem engednek be az Egyesült Államokba, független attól, hogy kikről van szó, de hát, hogyha kormányzati tisztségviselőkről van szó, akkor nyilván ez egy más történet, az akárhogy is hívjuk, végül is egy valamiféle szankció. Ugye most ezt követően látszólag Magyarországon legalábbis nem történik semmi, nem indult vizsgálat, nincs feljelentés, nem tudjuk, hogy ki az a 6 ember. Várhatóak az Egyesült Államok részéről további lépések, ha nem történik semmi Magyarországon ezekben a korrupciós ügyekben? Amit megjegyeztem, egy olyan lépést tettünk azokkal a konkrét személyekkel kapcsolatban, hogy beléphetnek-e az Egyesült Államokba, vagy nem. Ez a mi magunk döntése volt azokon az információkon alapul, amely nekünk rendelkezésünkre áll, és olyan információkon, amely a magyar kormánynak rendelkezésére áll. Együtt akarunk működni Magyarországgal, hogy áttekintsük a rendelkezésre álló széleskörű információkat, és azt várjuk, hogy Magyarország tegye meg a lépéseket a saját állampolgáraival kapcsolatban. Nem lehet olyan helyzet, hogy az Magyarország kérdezi az Egyesült Államoktól, hogy mit kell tennie a saját korrupcióval vádolt állampolgáraival. Mi nem tehetünk lépéseket a saját országunkban sem anélkül, hogy a saját kormányunk ne tenne meg a megfelelő lépéseket. Tehát ez a megfelelő hozzáállás. Magyarország meghallotta, értesült, látta ezeket az információkat, amelyet a saját állampolgárai adtak meg a saját köztisztviselővel kapcsolatban. Azok a lépések, amelyek Magyarország tesz, az a saját magyar kormánynak a felelőssége. Nekünk azt kell látnunk, hogy Magyarország kormánya olyan lépéseket tesz, amely azokra az alapokra épül, amelyek rendelkezésre állnak információkat, nem független az Egyesült Államoktól. Ha Magyarország nem tesz lépéseket a már rendelkezésre álló információk alapján, akkor az egy kérdés, hogy milyen reakciót, milyen érzést várt ki a magyar társadalomból, és ez azt válthatja ki, hogy a kormány nem tesz megfelelő lépéseket a korrupcióvádolt köztisztviselőkkel kapcsolatban. Köszönöm szépen a beszélgetést. Szívesen.